A héten kezdte el a lelátó bontását az egyik helyi szakcég, már az első elemek eltávolításakor kiderült, amit a szakemberek is megállapítottak, hogy statikailag már nem felelt meg az építmény, ugyanis szinte magától omlik össze az épület. Korábban az ablakokat, ajtókat kiszerelték, ezek lesznek az új terem nyílás zárói. Bunta Levente a bontás kapcsán azt mondta, ezelőtt 6 évvel hatalmas összeget pocsékolt az ingatlan visszabontására az akkori polgármester, most annak a töredékéért tüntetik el a maradványokat, 30 ezer lejt költenek erre. A polgármester egy plusz információt is elmondott a sajtónak, a megyei tanács 100 ezer lejjel segíti a várost az új terem építésében, így Udvarhelynek etéren nem lesz nehéz dolga. A több mint 100 négyzetméteres helyiség a tervek szerint más sportág edzéseinek is teret adhat majd, 40 méter hosszú és 16 méter széles épületet húznak fel, melyben több öltöző, raktár és zuhanyzók is helyet kapnak. A megvalósíthatósági tanulmány most készül, erre pedig a helyi önkormányzat is rá kell bólincson, a tervek viszont már megvannak. Azt tervezzük, hogy építünk ide egy olyan multifunkcionális épületet, ha úgy tetszik, amelyik birkozócsarnok, amelyik a fotbalistáknak jó átöltözni, öltözők, zuhanyzók, az atlétikázóknak lesz majd a hasznára, és remélem, hogy a megelégedésére. Tehát ez az épület egy olyan 1-2 év alatt fel kell épüljön, úgyhogy szolgálja az udvarhelyi sportot, az udvarhelyiek érdekeit. A futballmérkőzéseket ezután is a szemben levő lelátóról lehet figyelemmel követni, ahol 1200 ember fér el, de ha igény van rá, bővíteni is lehet az üléssorokat. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi pénzbe kerül az új épület, de az önkormányzat mindenképpen belefoglalja a szükséges összeget a jövő évi költségvetésbe. Benedek Árpád Csaba alpolgármester azt mondta, fontos, hogy a mellékhelyiségeket nem csak a sportolók, hanem a sport eseményen jelenlevő szurkolók, látogatók is használhatják majd. A sporttal kapcsolatos jövőbeni tervekről Bunta Levente elárulta, egy műfüves pálya kialakítása is szerepel a fontossági listán. A székelyudvarhelyi stadiont egyébként 1968-ban, tehát több mint 40 éve építették.